Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A mai nap október 30-a 2023-ban. Ez egy különleges nap, mert van két kármikus csomó. A felfele haladó kármikus csomó Ráhu, és a lefele haladó kármikus csomó Kétu. Ezek szemben állnak egymással. És a mai naptól kezdve, tehát október 30-ától áttért Ráhu a halak jegyébe. Itt látható a halak jegye. És Kétu a mai napon áttért a szűz jegyébe. Itt indul most egy új ciklus, egy kármikus ciklus, ami nem csak a mi életünkre hat ki a hétköznapokra, hanem kihat a politikai eseményekre is. Eddig Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó a kos jegyében volt, és Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó a mérleg jegyében volt. Itt a téma a múltban a háború és a béke volt. És a mai naptól kezdve indul egy új periódus, és a felfele mozgó kármikus csomó jelenti a jövőt, egy új irányt és változásokat, erre kihat a halak jegye. Itt álmokról van szó, elképzelésekről van szó, érzelmekről van szó, vagy egy művészi területről. Ez a jövő. Itt lesznek változások. És a lefele mozgó kármikus csomó Kétu az jelenti a múltat, kihat a szűz jegyéből, ez a föld eleme, tehát ez az álom, ez az elképzelés itt a föld eleménél megvalósulhat, jelenti a manifestációt. Azon kívül utal gyógyító erőre, vagy egészségügyi témákra is. Tehát itt most van egy új kezdet, lesznek változások. Mindkét holdcsomó 18 hónapon keresztül ebben a jegyben marad, tehát Ráhu a felfele mozgó kármikus csomó, ami jelenti a jövőt, a változásokat, egy kiutat, a halak jegyében marad 2025 áprilisáig. És Kétu a lefele mozgó kármikus csomó, ami jelenti a múltat, az érzelmeket, a szűz jegyében marad 2025 áprilisáig. Ez a helyzet volt a múltban is, mégpedig 2005-ben. 2005-ben Ráhu a halak jegyében volt, Kétu pedig a szűz jegyében. Ha visszagondolunk erre az időszakra, lehet, hogy valami visszatér, megismétlődik. Itt lesznek változások, lesz egy új irány, ez kihat a politikai eseményekre is. Ráhu és Kétu az tulajdonképpen egy sárkány, az itt látható középen, de el van választva a feje és a teste. Ráhu az jelenti a sárkány fejét, jelentheti a gondolatokat is, Kétu pedig jelenti a sárkánynak a testét, jelenti az érzelmeket.
de ezek el vannak választva. Mi megszületünk itt a Földön, mert vannak kármikus témák is, amit meg kell oldanunk. A feladat itt Ráhúnál és Kétúnál, ennél a sárkánynál, hogy összefűzzük őket, mint egy gyűrűt. Ezt akkor tudjuk elérni, ha a napot éljük. Bizonyos dolgokat lezárni a múltból, elengedni bizonyos dolgokat, érzelmeket, gondolatokat, és nem szabad félni a jövőtől, hanem kialakítani a napot. Az ott középen van, jelenti a jelenlegi helyzeted. Én úgy szoktam mondani, mi mindig ott vagyunk, ahol a lábunk van, ahol érezzük a talajt a lábunk alatt. Tehát itt van egy ilyen kármikus feladat. Ráhú a halak jegyében van, Neptun bolygó szintén a halak jegyében van az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás. Neptun bolygó uralkodik a halak jegye felett, ugyanúgy, mint Jupiter. És mivel Neptun bolygó itt otthon érzi magát, jó hatással van ránk, és jelenti az elképzeléseket, a vágyakat, az álmokat, és kihat az intuícióra, az inspirációra. Az lehet egy művészi terület, vagy egy spirituális terület is. És itt együtt hat majd a halak jegyében ezzel a felfele mozgó kármikus csomóval, ami jelenti a változásokat, egy kiútat, vagy egy új irányt. Ha szeretnéd megtudni azt, hogy a te születési horoszkópodban hol van Ráhú és Kétú, melyik jegyben és melyik életházban, ezt én kiszámolom neked, ezt megrendelheted ingyenesen. Írj egy e-mailt, ezt megválaszolom, ezért nem kell fizetni semmit. Ez tényleg ingyenes. Ha viszont szeretnél többet tudni ezekről a kármikus témákról, nem csak arról, hogy hol van Ráhú, Kétú, hogy hat ki rád, hanem szeretnéd tudni azt, hogy milyen kármikus témák vannak, melyik házak tartoznak a kármikus házakhoz, és melyik bolygó visszafele tekintő, mert ott is vannak kármikus témák, megnézzük Szaturnusz bolygó állását, hiszen Szaturnusz bolygó a sors bolygója, és őrzi a kármikus témákat, tanít bennünket. Ha kell egy ilyen elemzés, akkor a díjam az 10 000 forint. Ha viszont kíváncsi vagy arra, hol van ez a kármikus vonal nálad, melyik életházban hat ki rád, és hogy hat ki rád a jelenlegi mozgás, a halak és a szűz jegye, ezt megrendelheted, mindez ingyenes. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!